A komlói járási ügyészség hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a komlói rendőrkapitányságon még 2021. októberében tett feljelentésében valótlanul állította, hogy meglopták. A vádirat szerint a férfi elveszítette mobiltelefonját. Azt remélte, ha a telefon eltulajdonítása miatt tesz feljelentést, a mobilszolgáltatótól új készüléket kap. A vádlott ezért bement a komlói rendőrkapitányságra, ahol feljelentést tett lopás miatt. Azt állította, hogy 2021. október 20-án Pécsett az egyik helyi járató autóbuszon utazott, mobilja pedig az övtáskájában volt. Egy ismeretlen személy lerántotta az övtáskát a válláról, leugrott az autóbuszról, ami éppen megállt a megállóban, és elszaladt. A komlói rendőrkapitányság lopás miatt nyomozást rendelt el, ezt áttették az elkövetés helye szerint illetékes pécsi rendőrkapitányságra. A nyomozóhatóság elrendelte a telefon körözését, a mobil szolgáltatókhoz adatkéréssel fordult, és a feljelentő tanúként hallgatta ki. Ennek során a férfi már elmondta, hogy a feljelentése valótlan volt, a megjelölt napon nem járt Pécsett, övtáskával nem rendelkezett, és a mobiltelefonját valójában elveszítette. A pécsi rendőrkapitányság a lopás miatt folytatott eljárást ekkor megszüntette. Mivel a férfi valótlan feljelentést tett, ellene a Baranya megyei rendőrfőkapitányságon a hatóság félrevezetésének vétsége miatt indult nyomozás. A bűncselekmény büntetési tétele egyébként 2 évig terjedő szabadságvesztés. A komlói járási ügyészség azonban vádiratában büntető végzés meghozatalával próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt. A komlói járásbíróság az indítványnak megfelelően a vádlottat 1 év 6 hónapra próbára bocsátotta.